Sziasztok! Én Márton vagyok. A mai videóban egy kicsit más téma lesz. Ugyanis hangoztattam streamekben, videókban, leírásban és belinkeltem mindenhol hogy uh, lett nekem egy Discordos RP szerverem, és akkor most ezt szeretném bemutatni. Még nem végleges, lehet, hogy időközben változni fog, de hogyha változott, akkor valószínűleg a legfrissebbet nézed éppen, mert hogy akkor már biztosan került ki új videó, és az előzőt leprivátoltam. Szóval. Um, az egész Discordos RP szervert úgy kell elképzelni, hogy Magyarországon vagyunk, 1929-et írunk a startolásnál egy hónap múlva, ö, már 1930-at fogunk írni, és ugye mert hogy hónaponta haladunk egy évet. Inno. És annyi a lényeg, hogy itt a magyarországi akkori politikát szerepjátékozzuk, RP-zzük, nagyon-nagyon, és akkor most ezt fogom így bemutatni. A szervenek a linkje az ott lesz a leírásban, ez első sorban. Ott feljössz, szabályzatot el lehet olvasni, de igazából a szabályzaton végig fog menni. Itt ebben a videóban. A történet szobában ugye itt folyamatosan frissítés alatt van. A cucc, ugye mindig, hogy a új évet írunk, akkor de ki lesz írva minden. Vannak partner szervereink, Um, és ugye vannak rendes térképeink, ahol ugye a külpolitikát uh, szimuláljuk. Um, ugye, Van ugye, általános, itt ugye kérdéseket lehet feltenni. Itt, ugye nem, uh, Nemrég a videó felvevésekor módosítottam egy picit a cuccot, a szabályzatot, úgyhogy ott, ezt, ezt mindig ki, itt is kiraktam. Um, de lényeg az, hogy szabályzat. Um, a, végleges van odaírva, de még alakulhat. Tehát, hogy ez annyira végleges, hogy semennyire kb. De hogy nagyjából ez a váz. Ugye az első fejezet, ugye az általános szabályok, tehát amit ugye off topicban, meg így mindenhol máshol így rp kívül érdemes lenne követni, és hogy kell is. Nem szabad szidni másokat, kultúrátan kell viselkedni, ez eddig nem olyan nehéz, nem szabad uti uszítani másokat, tehát ez is így magától értetődő. NSFV tartalmak ugye tiltottak, nem szabad felmelni. És uh, ez most RP-re vonatkozik, csak valamit ide írtam, ezt, ezt is még ki fogom javítani, hogy nem kell történelmi uh, szemét rp de csak Horti Miklós személye kötött. Ugye, mert hogy 1929-ben indulunk, és akkor éppen Horti Miklós az így, az megkerülhetetlen személy. Úgyhogy, de hogy ő rá is megvan egy ember, aki fixen erpézi őt. A csesszobákat használ megfelelően, és ugye egy admin van a szerveren, ugye Denis, Denis erpézi Hortit is, és hogy ő az admin is, az egyedüli uh, OC admin. Uh, második fejezet, RP-re vonatkozóak. A szerveren a miniszterelnőnek van a legnagyobb hatalma, de hogy, hogy, a, hogy a végszó az a kormányzóé, tehát hogy minden egyes intézkedés előtt meg kell kérdezni a kormányzót, vagy valamilyen formában konzultálni kell vele, és akkor um, um, a kormányzó é a végszó, gyakorlatilag. Az államformák változtathatóak, de dikt totális diktatúrát nem lehet bevezetni. Ezt ugye a harmadik fejezetben majd ki lesz fejtve, ez a második fejezet. Um, pártot bármikor lehet alapítani, de hogy magát a választásokra való indulási szándékot um, a választások előtt három valós nappal kell bejelenteni a listák szobába, is majd, ezt oda is majd uh, meg fogom mutatni. Um, országgyűlés, rendesen van Országgyűlés, uh, ugye történelmileg két kamrás volt az Országgyűlés, de hogy a szerverem nem vagyunk annyian, hogy ezt így kivételezni lehet, lehessen. Úgyhogy, de hogy amennyiben így elérjük a 70 körüli tagot, lesz két országgyűlés is. És egyes kérdések kapcsán a kormányzó, vagy a lennői hatalommal rendelkező személy kérvényezheti a, a, az országgyűlésben való szavazását bizonyos kérdésekben. Uh, tehát kihagyja az Miklós, hogy akkor uh, ezt, ezt, most azonnal szeretném megszavaztatni, és akkor én beállítom a bottal, mert rendesen van szavazó bot. Ezt is meg fogom mutatni. A választások, mert egy hónaponta ugye vannak választások, ugye nem tudom, hogy ebben az időben hány évente voltak választások, de hogy itt évente vannak, uh, ergo uh, IRL időben hónaponként vannak választások. Um, a polgárok választják meg a miniszterelnököt először, és utána szintén a polgárok az országgyűlés tagjait is, amit ugye a, a Dihont módszerrel, vagy nem, nem tudom, hogy kell ejteni, Dihont módszerrel számoljuk ki. Uh, igen, tehát hogy a százalékra bontva, és akkor, hogy most elosztjuk a pártok a tagjaival, meg a faszom tudja, gondolom én. Uh, az előző választásnál azt eme intéztem, úgyhogy nem tudom pontosan. Más országok politikáját nem nagyon tudjuk befolyásolni. Tehát, hogy itt olyanra, hogy Németország demokratikus lesz, olyan, tehát nem lesz számítani, ha csak nem izé, uh, horté, akkor tényleg lelőtte lel 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 volna Hitler, vagy hogy amikor gondolkodott rajta, akkor le is lövi. Vagy megöli. Um, de ja, tehát így a külpolitikát azt nem annyira tudjuk befolyásolni, maximum ugye a régiójét. A bíró nevű játékosnál lehet, bíró ranggal rendelkező játékosnál lehet feljelentést tenni a bíróság szobába. Ez akár lehet erpés feljelentés is, de lehet olyan feljelentés is, hogy a szabályzatot megszegi, de általában ö, egyből akkor ö, jelezzük az illetőnek, ugye az OC adminnal. Ö, a bírót azt ugye a nép választja havonta. Ez is még fontos. A pártok között koalíciót csinálni, de erre is vannak korlátozások, és ez is majd egy, fejezet, egy külön fejezetbe ki lesz fejtve. harmadik mm. fejezet a diktatúra, ugye itt volt az, hogy totális diktatúrát nem lehet csinálni. Akkor ez most annak a kifejtése. A szerveren a diktatúra is korlátozva van, hogy a jobb erpés élmény érdekében. Tehát, hogy pártokat betiltatni, és újságokat betiltatni, igen, újságokat, erről is megbeszélni fogok, öm, nem lehet betiltani. Más játékos erpis karakterének a megöletését, kivégzését csak akkor lehet végrehajtani, hogyha az, azzal az adott játékos, ahogy privárban megbeszéled, hogy akkor ez menjen. Új, új államformát lehet csinálni, Uh, abban az értelemben, hogy ne, nem a kormányzó, hanem király lenne, vagy nemzetvezető adott esetben, vagy főtitkár, vagy nem tudom, hogy mik voltak, uh, vagy mondjuk a miniszterelnök helyett lenne, Izé, vagy hogy, pont, hogy a miniszterelnök lenne a legnagyobb, értitek? Az alap három posztot maximum átnevezni lehet, ugye ez a belügyminiszter, gazdaság és hadügyminiszter, de a szerepüket nem lehet változtatni, mindjárt majd kitérek a szerepükre is. A BM csendőrséget, ez ugye ez változó, ezt, ezt is szintén át lehet nevezni. A csendőrség az gyakorlatilag az, az szintén ilyen admin státuszt tölt be, um, illetve a bíró, tehát nyilván a bíróságnál erpéznek ők is, a csendőrök is. És, hogy, um, mi, és ugye ez azért van előtt a BM, mert hogy a belülminiszter felel azért. Tehát a belülminiszternek a, a, a hozhat létre mondjuk csendőrséget, rendőrséget, KGB-t adott esetben. Um, és jön a negyedik fejezet, a koalíciók. Nagy pártok közötti koalíciót két választási ciklusig lehet tartani. Nagy koalíció, hogy összesen a koalícióban 5-6 fő van. 5-6-7 fő. 5-6 főtől már nagy koalíciónak számít, és hogy nem akarom azt, hogy akkor most ö, 16 párt egy koalícióba lép, és mindenben vannak öten. De hogy mind, a, mind, a, mind az öt, mind a 16 baloldali mondjuk, és hogy akkor ezért koalíció. Ö, de az meg ugye fos. De hogy egyébként meg úgy is lehetnek még két hónapig kormányon. Ö, igen, a két-három fős pártok hogy csinálhatnak, de akkor, uh, és akkor a végtelenségig lehetnek koalícióba. Tehát, hogy most van, van, van két darab két fős párt, mind a kettő még jobb oldali, csak az egy picit radikálisabb, és akkor koalíció, és akkor mondja yes, akkor, akkor legyenek. Mert nem akarom egy baj. Csak hogy akkor le kell szögezni azt, hogy akkor most melyikeket, melyik izét uh, képviselik jobban. Ez, erre is meg ki fogok térni. Ha a koalíció ugye megnő 5-6-7-8 főse, tehát teszem azt, egy baloldali, meg egy nemzeti radikális koalícióba lép, ami már alapban egy picit net, tehát, hogy de tegyük fel, koalícióba lép, mert hogy mind a ketten a köztársaság államformát támogatják, és mondjuk Belé és mondjuk ebbe belép még plusz három ember, mert ha neki nagyon tetszik, ez a köztársaság cucc, akkor ugye ketté kell szakadni, és akik ugye eredetileg a nemzeti radikális köztársaságot támogatták, akkor azok nyilván abba mennek, és akik meg a, a, a baloldali mérsékelt köztársaságot támogatnak, az, azok meg abba mennek. Ezt most így kell képzelni. Ötödik fejezet, adó és pénzmechanika, ugye ez lett így pár órája update -elve. Minden polgár, ugye a plusz egy collect parancsal, ugye az asomban azért tettem oda, hogy ne aktiválódjon a parancs, kap 150 pengőt, mert ugye P a P, pengő, az a pénznemünk, és ugye ezt a parancsot 24 óránként lehet aktiválni. A napi alapjövedelmek listáit a gazdaság szobában a plusz jel, inkább List parancsal lehet uh, előhozni. És hogyan kap pénzt az ország? Ugye jön a jogos kérdés. Minden polgár, ugye ez az alaprang, minden polgár ez együtt kap egy adórangot. Az adót, uh, az adórangból meg én naponta levonok 50 forint, 50 pengőt akarom mondani. És ez az összeg pártonként, kormányonként, programonként változhat. Tehát, hogy csak akkor nyilván nagyon gazdasági következményei lesznek. Uh, ahány adó ranggal rendelkező van a szerveren, annyival szorzom be az 50 pengőt, uh, ugye később ebben csak 50 pét, uh, és ugye van egy másik diszkodos akkontom, ami ugye a Magyar Királyság néven fut a szerveren, és külön rangja van annak a, annak az akkunnak, és akkor az adó, vagy, és akkor az, az játékosok ötven összeget odaadom neki. Ugye magának a rangnak, ugye? Hogy uh, legyen pénze. Uh, kiadások, mert ugye az országnak is vannak kiadásai a gazdaságügyi miniszter vagy a miniszterelnök beírja az építkezések, beruházások, kiadások szobába, mondjuk, hogy Szeged, mert, mert Lencs a van mondva, egy normál gyárt épít, építését bekezdték, akkor ugye felmegyek a Magyar Királyságos profilommal, és amikor ugye 24 óránként plusz jel, Um, Collecting-ám, és akkor kapok uh, mondjuk 1450-et az adókból, de akkor meg viszont levon 300 pengőt, mert hogy épül éppen a gyár. Ha egy normál gyárt építesz, akkor az, egy nap, akkor az egy valós napig fog épülni, tehát egy napig fogja a Magyar Királyság akkor birtokolni ezt a rangot, tehát egyszer fogja levonni azt a 300 forintot, 300 pengőt tőle. Um, egy katonai gyár építés már 400 pengőbe fáj, és három napon, három napon, három napig vonja le azokat. Egy felsőoktatási intézmény építése, az két, két napig épül, és 350-eket von le naponta. Egy kórház építése pedig három napig épül, és szintén 350 forint, 350 pengőt, bocsánat, ez már még ez fogyatékos vagyok pengőt van le naponta. Ha az infrastruktúrát fejleszed az adott térségben, régióban, városban, akkor az, az csak 200 pengőt van le, és egy napig tart. És akkor a 10-ből még egyes, még egy, még egy húzunk az infrastruktúra cuccra. Importok. Ez, ez változhat nagyon sokat, az importrendszer. Ugyanis az importok, tehát, hogy a bot, az a, a bot, a magyar királyság akkunt, az rendelkezik alapból import ranggal, és most így kezdésnek 1000, ezer, ezer, ezer pengőt adtam meg neki, mert hogy uh, importálunk most egy rps-en RP is dolgokat, de hogy erre nincs konkrét meghatározás, tehát hogy mondjuk kiírnám azt, hogy most Magyarország beszünteti minden katonai importját, minden katonai titkos importját, akkor mondjuk levonunk 500-at az importból. Ez, ez még, erre még nincs konkrét mechanika. Hatodik fejezet, ez ismét egy kicsit általánosabb, ugye a reportokat próbáljuk elkerülni, és ugye a Magyar, Magyarországon tiltott szimbólumok, ugye itt is tiltottak, hogy nehogy reportot kapjunk, ugye ez jelent, jelenti a horokkeresztet, SS szimbólum, vörössillag, stb. Nyilván az lenne a cél, hogy ne reportolják a szervert, ugye? És hogy akkor, já. Ja. Nyilván, hogy, hogy ezeket a szimbólumokat most át lehet alakítani, hogy Mondjuk teszem azt, ha kitett, hogy akkor te most egy nyilas keresztet fogod átalakítani, És akkor mondjuk uh, Nem négy darab nyilat teszel, hanem Csak kettőt, és akkor azt jön átlósan, vagy faszom tudja. Üm, tehát, hogy ilyeneket nyugodtan lehet csinálni, csak hogy azért próbálj meg elkerülni azt, hogy ne reportolj ebbe a szervert, és halljunk meg. Hetedik fejezet. A cég, újság és újságrendszer. Gyakorlatilag. Ö, és mindenféle alapítás sablonja. Cégrendszer. Mindenki alapíthat céget, és ezzel megkapja a cég szulajdonos rangot, ami a napi jövede jövedelméből 100 pengőt von le, fixen. Ezt nem lehet Céget bárki alapíthat, és bevételhez is szert tehet. Ezt már mindjárt mondom, hogy hogy lehet bevétel. Hogy hogyan lehet nem minuszus céget csinálni. még kérek szépen úgy, hogy mondjuk a magyar kormány kíré pályázatot, hogy a magyar honvédségnek szüksége lenne egy hazai gyártmányú és hazai tervezésű kézifegyverre. Úgyhogy pályázatot hirdet, mondjuk az A-cég és a B-cég között, hogy csináljanak egy fegyvert, ugye Photoshop, paint megszerkeszted, levágod mondjuk a kar 98 a nem tudom miért rászerkezed az Alkára, izéjére, és akkor hogy össze de beküldöd szépen, és akkor oda rendesen hogy kaliber, faszom tudja, minden kapacitás, stb., és akkor beküldöd, és ugye akkor a kormány kiérdeti a győztes, és akkor a B, B cégnek a Fegyverét fogja gyártani. És akkor így ö, nem fogunk elvenni tőle száz darab pengőt. És ugye ezt egy összegért fogja gyártani, ugye naponta kap azért az a cég, cégnek a valamennyi összeget, és ugye ezt nyilván a, a kormányjal döntik el az adott ö, kormányzóval, a miniszterelnök ugye a céget alapítani úgy lehet, hogy az a sablonja, hogy a cég neve, specializálódás, vagy hogy típusa inkább, ugye, hogy kézifejvert akar, ugye ez kézifejverre specializálódott, vagy harckocsira, vagy mondjuk repülőre, vagy nem tudom mire, térkép, de gyár hely, mert ugye úgy működik, hogy a cég felvásárolhat is városa, városokat, vára, várakat, gyárakat, Uh, de egy gyárat is építhethetsz, ugye mondjuk például, hogy Szegedre vagy Budapestre kérek egy darab gyárat, mondjuk Budapestre ott lenne a cégem székhelye, köszönöm. Uh, újságrendszer. Bárki alapíthat új, újságot, és az kap is egy újságíró rangot. Nem bukik pénzt, nem is lefele keresni. Alapítás sablonja, újságnak a neve, uh, mit tudom én... Uh, origó, mondjuk. Témája, politika. Újságíró, kukaci kukac jel neved, vagy, vagy akit akarod, hogy szerkeszt az újságot, vagy akivel megállapodtál, hogy szerkeszt az újságot. És akkor kapsz egy szobát a hírek kategóriában, itt vannak hogy az újságok, és ugye a közöny, ami ugye meg szintén meg állami cucc. És akkor oda te tudod írni a kis szarjaidat. Pártalapítás sablonja, pártnév, típus, ideológia, tehát teszem azt Keresztény Demokrata néppárt, és típus, ami az hogy jobb közép, konzervatív, kereszténydemokrata, pár és a párt alapító tagok. Hát ennyi így a szabályzat. Történet tehát elmondtam, évenként, évente haladunk, ugye, Üm, és akkor itt jellemzem, hogy mi történt addig, és ugye utána egy kis Magyarország robot, hogy magával az RP-vel mi történt. Üm, térképek, itt ugye ez folyamatosan frissül. A roleplay szobában, itt a random roleplay-eket lehet nyomni. A választásos szavazások, itt a bottal beállítom a szavazásokat, itt az eredményeket hirdetem, itt a Magyarországra vonatkozó korlátozásokat írom ki, hogy ugye azt terpésztük, hogy nézszövetségnél benyújtottunk egy kérvényt, hogy a, hogy, 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 hogy meg a korlátozásokat a hadseregünkkel kapcsolatban, és akkor ennek is azonnali mechanikája, hogy bemegyek szépen random number generátor, megadom azt, hogy minimum egyes, maximum hármas, és hogy akkor ha egyes, akkor siker, ha kettes, akkor fél siker, ha hármas, akkor kudarc, mondjuk. Ez most egy példa volt, és akkor itt most pont a, pont a, siker jött ki, és akkor ezért a 30 000 es korlátozást 50 ezerre növelték, és akkor engedélyezték még a, az importálásának a lehetőségét, a gyártásának meg nem. Koalíciók. Itt a pártok bejelenthetik a koalíciót. Ugye itt is leírtam ugyanazt, amit a szabályzatban. Ugye itt van a közösségi koalíció. Programok. Itt a pártok ismertethetik a programjaikat, tehát nekünk egy részletes programjuk van. Míg a, kö a, a közösségi koalíció tagja egy sokat időzött. Maradjunk ennyiben. Listák. Itt ugye... Listákat lehet indítani, lehet szerkeszteni is a listákat, ugye a választásokat három napig. Ugye, 1930 30-as listánk, ugye az itt van, a Magyar Nemzeti Konzervatív párt listája. Építkezése, beruházások, itt ugye írom kifolyamatosan a cuccokat. Itt uh, kampányképeket oszhatunk meg, tehát hogy itt minden is van. Ezért MTSP, minden, minden innen. Kormány, itt ugye nyilvánosan beszélhetnek a kormánytagok, ugye a gazdaság, a hadügy és a belügyminiszter, miniszter, meg a miniszterelnök és a kormányzó. Ö, a kormány privát, itt meg már csak, de hogy ugye ezt látja, látják a, a polgárok is, meg a képviselők is, a kormány privátban pedig már csak bizalmas információkat lehet vitatni. Itt a bíróság, ö, utcafórum, itt, hogy itt, Ma volt olyan, hogy a, a kormányzó, hogy Denis Izét hirdetett, hogy lehet tőle kérdezni, és akkor csináltam egy utcafórumot, és akkor ide, hogy hirdet egy párt valamit, hogy lehet kérdezni, mert mit tudom én, akkor ide felmenek, hancsatornába, és akkor meg le, meg lehet kérdezni dolgokat. Alapítások, ugye ide lehet én a párt alapítás, ide pedig a cég vagy újságalapítást. Így né. Tehát, hogy ugye itt, itt vannak. Uh, itt az én pártom, uh, Magyar Nemzeti Konzervatív Párt, rövidítés MNK, uh, konzervatív nacionalista jobboldali. Uh, igen, párt színe, párt logót is be lehet küldeni. Uh, cég és újság alapításnál ugyanígy uh, feltüntettem, ha miket kell uh, Híreknél, ugye közlöny, itt ugye. A, a, polgároknak publikus cuccokat osztom meg. Ö, ugye itt van a, a, az én újságom, a Nemzeti Egy, ahol ugye két naponta, három naponta írok ki a cuccokat. Ugye ez a köztársasági híreknél is, és a krisztusi hírek, mert ők mind nem. Van egy külön parlamenti kategória, ott van egy írásos országgyűlés, ahol pedig ö, Izét uh, tudnánk csinálni, ah, ahol ugye, írásban tudunk szavazni, ugye a képviselőknek engedélye csak a reakció hozzáadása, és akkor úgy tudunk szavazni. A kormányzó irodája, itt ugye magával, a kormányzóval tudunk beszélni, és itt csak a pártelnökök. Pártelnökök és kormánytagok férnek ide, férnek hozzá meg a bíró. Van -e, ugye, egy országgyűlés, hogy esetleg a Voyzos országgyűlés lenne, mert azt szavaztuk meg, hogy hetente van egy-egy országgyűlés is. Van egy kormány kormányprivát, ami ugye a kormányzóval lehet tárgyalni privátban. Hmm. Van egy Magyarország kategória, ahol ugye itt a Magyar Királyság. Itt ugye államformán fel van tüntetve, lakosság fel van tüntetve, külpolitikai érdek, fel van tüntetve, özgyárak fel vannak tüntetve, sepintézte a régi tagunk, már kilépesen, a, a közigazgatási térképet, itt a honvédség, itt ö, kiírhatjuk, hogy ö, ugye a Magyar nemzetőrség milíciát, amit utána beolvasztunk a királyi honvédségbe, utána blablabla. Bla, bla utána itt a belügyminisztérium, ahol ugye a belügyminiszter kiírhat pályázatokat, hogy csendőrség faszom tudja izé. Budapest, itt ugye létszá, népesség, felsőoktatás izé, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Békés Csaba, és ezeket ugye, ugye, szerkeztem úgy, ahogyan a építkezések haladnak van egy titkosított, ide nem megyünk be, ez ö, szigorúan a kormányzó és a miniszterelnök szobája, és hogy, ha most megmutatnám itt erpésen, akkor itt most előny szerezhetnének mások, úgyhogy ez titkosított. Ö, vannak külön pártszobák, ugye itt a izé van, három párt van jelenleg, ö, Botoknál, ugye ide lehet írni a plusz jel a work plusz jel collecting plusz jel a, 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 nem tudom, még mi van. A, van nemzeti bolt, ahol ugye itemeket lehet vásárolni, plusz jel use zakó, a, vagy plusz jel buy zakó, use -e nem lehet. A botoknál itt, ugye, meg a szervert a konfigolom privátban. Úgyhogy nagyjából ennyi az a szerver. Köszönöm szépen, hogy végigtekintettétek ezt a videót. Én azt ajánlom, hogy ha feljöttek, akkor olvassátok át a szabályzatot még egyszer, mert lehet, hogy izé változás történik pont akkor, hogy valami, és nem akarom, hogy félrejétek informálva, úgyhogy az a biztos, ami a szabályzatban lesz beírva mindig. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!